2024. február 22-e Eleonóra napja van. Az idő 16 óra 45 perc. Tervezem a holnapi feladatokat. Hajnalban titkos munka Nagykátára megyek, meg jövök. Utána a délelőtt folyamán el kell mennem a közszolgálati egyetemre, ahol intéznem kell az aranydiplomámat, amit ebben az évben 50. évfordulóra kapunk meg, és az adategyeztetés, illetve az okmányok bemutatása a tanulmányi hivatalban, a DK-nál. Ezt az oklevelet le fogják cserélni, ezt bevonják, és adnak egy arany diplomát. Ezt 1974-ben szereztem a tisztavatáskor, amikor a Kossuth téren a kormányfő előtt, illetve Cinege Lajos honvédelmi miniszter és Kazai Barna vezérőrnagy vezérlőparancsnok jelenlétében határőr hadnaggyá neveztek. Édesanyám ekkor nagyon boldog volt, nagyon boldog volt. Az egész falut fölhívta Pest, hogy az ő fia, akik még azt mondták, hogy gyenge tanuló, el tudta végezni a Kossuth-tas katonai főiskolát, jó, nem ötössel, nem négyessel, közepes eredménnyel. Na nézzünk be a diplomamunkába, már olyan régen volt a kezembe. Így néz ki ez. Ahol van, hogy milyen iskolát végeztem, és második diplomaként megkaptam az általános iskolai pedagógiai tanári szak. Pedagógiai tanár. Tehát én nem óraadó tanár voltam, amikor tanár voltam, hanem pedagógiai tanár. És határőr tisztnek avattak 1974. augusztus 4-én. Ugye a 20. az csak jelképes ünnep volt, és ezt aláírta valaki, már elfelejtettem, közepes eredménnyel végeztem. Ez az oklevél, ez így néz ki, ez a diploma munka, és most egy, nem tudom, hogy fog kinézni az arany diplomát kapok, tehát arany oklevelet kapok, amit el is fogok adni, hát az jó kis pénzt kapok, értem, meg kell a pénz. Legalább, hogy hasznom lesz belőle. Eladom majd, hogyha nagyon értékes, van, aki megveszi, ilyenre ki sem tudom mondani, ilyen régiségnek. Eladom, hát 5 vagy 10 ezer forintért. De magamnak csinálok az egy másolatot azért, hogy legyen róla egy papír. Ez. Az adatok. 6 tiszt. Közepes. Tessék. Így néz ki a diplomám. Így néz ki. És akkor ezt kell kicserélni majd egy arany diplomára, ami el lesz adva. Jó pénzt kapok érte, legalább haszna lesz belőle. Egyébként a diplomámnak azért láttam hasznát, mert nem szakos tanárként, hanem kollégiumi nevelő tanárként elhelyezkedtem Dunaújvárosba a 340 szakmunkás képző intézetbe, itt is láttam hasznát, ezen kívül a Dózsa 2 általános iskolában felsős napközis tanár voltam, de csak egy évig, mert meguntam, nem szerettem, hogy diákok mindig megszöktek, hozták az igazolást, végül egyedül maradtam napközibe. Hát hiányzik az nekem, hogy egyedül legyek napközibe? Hiányzik ez? Azt ott hagytam. És utána elmentem a vasúthoz, ahol nem lettem mozdonyvezető, mert az oktató mindig kötözködött velem, hogy jaj, ne nyúljon ide, ne agyacsapja az áram, jaj, balesetet okoz, jaj, ez lesz, az lesz. És így kalauz lettem. És sok gyerek, volt diákok, mentek, mondták az anyukájuknak, anyuka, itt van a tanárbácsi. Hát hol, kisfiam? Hát a kalauz bácsi.
Hát ő kalauz. Igen, de amikor volt a napközis tanárom. Hát így jártam én bizony, így jártam én a történetekkel. De haszna volt ennek, mert a vasúton első osztályú és tiszti rangot kaptam. Első osztályon utaztam, mindig volt helyünk a vonaton, bejártuk egész Európát, míg mások szorongtak a másodosztályon, mi az első osztályon szépen, kényelmesen aludtunk, feküdtünk. Volt, amikor elmentünk Budapestről Velence, Velencéből Rómába, Rómából át Szicíliába, Palermóba, utána vissza, utána elmentünk Törökország, mondjuk ott 2 hétig utaztuk egyfolytában vonaton, aludtunk, tengerbe fürdöttünk, konzervet ettünk, úgyhogy volt élmény, és ezt az élményt viszem most is, mert megyek Attilával és Zsuzsival hármasba, Splitbe, de ez nagyon-nagyon titkos. Nagyon, nehogy azt mondják, hogy milyen jól megy ezeknek, hogy a tengerre járnak. Pedig ha tudnák, csak konzervet eszünk, vonaton alszunk, tengerparton alszunk, nem megyünk szállodába, konzervet eszünk, egy konzervet behoztuk háromfele, úgyhogy nagyon-nagyon nagy tervek vannak. Hát röviden ennyit ez a délutánon. Most videót készítek, mert youtuber vagyok, és ki se tudom mondani, youtuber vagyok, na, ez a lényeg, youtuber. Nézzétek a Dobány videót a YouTube-on, iratkozzatok fel, ha meg lesz az 1000 feliratkozó, pénzt fogtok kapni, amit a YouTube fog nektek a számlátokra átutalni, hogyha ez rendezve lesz, de még csak 597 feliratkozóm van. Lehet, hogy én már nem is élem meg azt, hogy lesz 600 vagy 1000 feliratkozóm, majd az özvegyem. Hát így néz ki röviden. Így él egy youtuber, videókat készít éjjel-nappal, hogy nézhessétek. Ne tévét nézzetek, ne olvassatok, ne dolgozzatok, csak éjjel-nappal Dobány videót nézzétek.